Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt. Híreink következnek. November első hetében, a november elsőjei munkaszüneti nap miatt a háztartási hulladékot egy nappal később, november 3-án, csütörtökön fogják üríteni. A szelektív kukát legközelebb november 8-án ürítik, kérjük a kék-sárga kukákat ezen a keddi napon a kora reggeli órákban kihelyezni. November 18-án délután 5 órától vetítésre kerül a Bűcs régen második része, ezúttal a régi esküvői szokásoké lesz a főszerep. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Faluház nagy termében. A hét minden napján változatos programmal várja Önöket a Faluház. Hétfőn délelőtt 10 órától Babamama játékos foglalkozás fogadja a kedves anyukákat és csemetéiket a Faluház Babamama termében. Keddenként 19 órától alakformáló torna várja a csinosodni vágyókat. Szerdánként 3:45-től zumba, 6 órától jóga foglalkozás van a Faluház nagy termében. Csütörtökön este 7 órától kangó foglalkozás van a Faluházban. A kangó cipő mérete miatt előzetes jelentkezés szükséges. A mai adásban a Faluházban szeptember 30-án megrendezett idősek estjéről készült felvételt tekinthetik meg a kedves nézők. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Jó estét kívánok! Nagy nagy tisztelettel és nagy nagy szeretettel köszöntöm a meghívott kedves vendégeinket, akik most itt mindannyian egyetlen egy jelentőjük van, hogy elmúltak, de legalábbis ebben az évben elmúlnak 60 évesek. Hát egy kicsit a megszólításnál gondolkodtam, hogy lenne jobb, mert ugye idősek napját ünnepeljük, hogy kedves idősek, kedves szépkorúak, de tudjátok, ezt 5 éve, ezt a megszólítást én már nem szeretem. Azért nem szeretem, mert pont 5 éve elmúltam én is 60 éves, úgyhogy hát inkább maradjunk annyiba, hogy tisztelt és kedves meghívott vendégek. Mert ugye azért itt elég széles, hál' Istennek a megjelentek idős rangsora, tehát vannak, akik épp most múltak, 60 évesek, vannak, akik, már nem is mondom, hogy elmúltak, 80 évesek, 90 is van, aki elmúlt már. Kérnék jelentkezőt. Tavaly köszöntöttem, ugye? Tavaly köszöntöttem. Nos, tehát lényegében egy pár mondatot arról, hogy miért van ez a ma este. Nos, hát ugye azt hiszem azért én is érzem, hogy azért 60 év után egy kicsit valami megváltozik. Valami más lesz. Különösen akkor lesz másabb, hogyha a munkahely is abban marad, megszűnik. Nem kell minden nap szaladni a munkahelyre, nincsenek meg az a ritmusos dolog. És ezzel azt hiszi mindenki, hogy a nyugdíjas onnantól kezdve ráér. Pedig ugye itt többet látom már, hogy bakolnak, hogy ez nem így van. Én is nagyon sok nyugdíjassal beszéltem, de magamról is tudom. Tehát a nyugdíjasnak van a legtöbb dolga. Mert ugye mindenki úgy gondolja a családban, hogy hát az öreg az ráér, és akkor ennyit meg tud csinálni. És annyi ilyen kis dolgot összehoznak a gyerekek, unokák, hogy a végén bőven megvan az a 8 óra munkaidő, mint amikor eljártunk rendes munkahelyre. Tehát, de ez nem is baj. Én azt hiszem, hogy addig nincs baj, amíg van munka és van munkakedv. Én sajnos édesapámon láttam, hogy ugye volt egy nagy kertje, elmenj nyugdíjba. Amíg ő a kertbe lement és dolgozott,
addig nem volt semmi baj. És amikor egyszer egy őszi napon azt mondta, hogy hát ő már nem megy le a kertbe, tudtam, hogy nagy a baj. És tényleg így volt, egy-két hónap is. Tehát mindaddig, amíg az embernek van ilyen foglaltsága, van munkája, és valamivel el tudja foglalni magát, addig nincs baj. Na most persze azt azért ne várja el senki tőlünk, engedjétek meg, hogy akkor már én is így beszéljek, mint nyugdíjas, és majd lehetséges, hogy ha leülök, akkor fiatalabb utódom majd engem is felköszönt. Nem volt megbeszélve, hogy gondolkodik, hogy behúztam a csőbe. De ez az esélye is azért hívtalak még benneteket, hogy megmutassuk azt, hogy ugyan a családban, otthon mindig van munka, de nem csak a munka kikapcsolt, nem csak munkával lehet eltölteni az időt, hanem értelmesen el lehet tölteni úgy is, hogyha közösségekbe jövünk. És mi a legjobb közösség, én szerintem, itt, amikor bölcsiek, összeülünk. Mert a szomszédok, szomszédasszonyok, utcabeliek, ott azért néha-néha megállnak egy-egy kis, hagyd nem mondjam, hogy pletyóra, és egy pár mondatot úgy nagyjából ők ismerik, hogy kinek mi a baja, kinek hanyas a cukra, mennyi a vérnyomása. De itt most, és az lenne a kérésem, hogy most itt lehet majd beszélgetni, és lehet, hogy úgy ültek össze, olyan ül mellettetek, akivel két éve, három éve, vagy öt éve nem is találkoztatok, és nem is beszéltetek. Ha ez így van, akkor már eredményt értünk el, mert én is úgy vagyok vele, hogy szeretem tudni, szeretem azt tudni, hogy kivel mi van. Ez nem polgármester játok, ez alapvetően egy emberi tulajdonság, úgy jól esik az embernek, hogyha tudja, hogy a falubeliével mi van. Jól érzi magát, unokája született, mikor milyen problémája volt, mikor viszi az unokát a bölcsödébe. Tehát úgy érzem, hogy ez az alkalom, ez pont jó erre. És hát ugye önkormányzatunk, tehát képviselő testület minden évben ezt szinte hagyományszerűen megtartjuk az idősek napját. Mi, én, mint polgármester, képviselő, meg akarjuk köszönni a 60 évet betöltött embereknek, hogy itt voltatok, és most is itt vagytok ebbe a faluba, itt ténykedtek, és hát remélhetőleg ma este egy kis örömet is tudunk nyújtani, és meghívtunk egy kedvenc nótaénekest, és hát egy kis vacsorával is próbálunk kedveskedni nektek, és azt reméljük, hogy ez a 1 óra, 2 óra, 3 óra hinnek vérmérséklete szerint az itt eltöltött idő az nem fog elmúlni. Holnap tudtok beszélni másokkal, hogy milyen jó volt itt, ezen az eseményen, és akkor már elérte a célját. Alapvetően azt tudom mondani, hogy megpróbálunk az időseken, mint önkormányzat segíteni. Nem csak ezzel, amikor most vendégül látunk benneteket, és próbálunk egy kicsi szint vinni a mindennapokba, hanem én azt hiszem, tudom, a környező községek polgármesterei már megkerestek, ők is beszállnának abba például, hogy ugye vannak kis buszaink, amik itt a vérmintát beviszik. Tehát nem kell, sajnos vannak olyanok, akik havonta, két havonta
miért kell menni. Nem kell bemenni Miskolcra, elég, ha ide doktor úrhoz elmennek. Akik rászorultak, és mert sajnos rászorultak, azok tudják, hogy ezek a kis buszok rendelkezésre állnak, hogy elviszük ide az orvoshoz, vagy bevisszük azokat, akik mozgásukban már ténylegesen nagyon korlátozottak, bevisszük a szakrendelésre. És hát én azt hiszem, hogy ha valami kérés jön az idősek felül, mert a legkülönbözőbb kérések jönnek idősöktől, idegen kutya beszaladt a portára, mit csináljunk. Tehát tényleg nagyon, nagyon széles a paletta, de mi azt tudom mondani, és azt tudom ígérni, hogy nyugodtan keressetek bennünket, engem, a képviselőket, és természetesen a polgármester hivatal dolgozóit. És hát egy nagyszerű alkalmat találtunk arra, hogy bemutassuk itt többeknek, akik nem szoktak csak esetenként egyszer, kétszer ide kijönni a faluba, hogy mód van és lehetőség arra, hogy többször lehet élni közösségi életet, és többször lehet azt érezni, hogy milyen jó, amikor kialakul egy-egy csapat, és ott lehet egy kicsit bolondozni, beszélgetni, és jobban elszalad az az idő. És hogy ez a dolog bemutassuk, ugye megkértem az életet az éveknek, nyugdíjas egyesületet, hogy egy kicsit mutatkozzanak be, mutassák meg, hogy hogy is lehet, ők mit csinálnak. És ha csak ketten-hárman, akik itt vannak, kedvet kaptok, és a következő napokban megkeresitek Nagy Gergelyt, hogy én is szeretnék társulathoz csatlakozni, akkor már elérte ez a bemutatkozás a lényegét. És hát akkor erre az estére nagyon jó szórakozást kívánok, jó kikapcsolódást. Yeah.
hogy az idősek hónapi alkalmának megrendezett ünnepség alkalmából egy pár mondat erejéig bemutassam a nyugdíjas egyesületünk életét, melyről a kivetítőn is látnak majd ezt egy összefoglalót, és láttuk az élőképet. Egyesületünk 2014-ben tartotta a megalakulásának 25. évfordulóját. Sajnos az évek során a 100 fős létszám felére csökkent. Ez főleg a tagok halálozása miatt, másrészt az új tagok az utánpótlás hiánya miatt alakult ki. Egyesületünk nagyon mozgalmas és aktív életet él. Minden hónap első csütörtökén tartjuk a rendszeres tagülésünket, mert az öttagi vezetőségi ülés előz meg. A vezetőség szerepe az, hogy javaslatokat tegyen a havi programokra, természetesen az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve. Ezen kívül a rendezvények lebonyolításában is nagy szerepet vállal a vezetőség. Azok, akiknek egészségi állapota megengedi, a tárckarunkból tevékenykednek. Szinte minden héten találkozunk, tudatosan készülünk az esetleges szereplésekre. Nem csak a saját szórakoztatásunkra, hanem a községünkben és a környező községekben rendezett ünnepségeken is. Egyesületünk másik aktív része szívesen eljár a hetente megtartott énekari próbákra. Itt is az adott évszakhoz kapcsolódó ünnepségekkel tanulunk be dalokat. Az idén például a református egyházban énekeltünk anyák napja alkalmából. Kirándulunk, szalonnát sütünk, fürdünk, színházba járunk. Sajnos a kirándulások az utazási költségeknek csak közelebbi helyekre tervezhetjük, ezért előfordul egy kiránduló helyen már többször is jártunk, de mindig találunk újabb felfedezéseket, és ezért egyáltalán nem unalmasak ezek a programok. Fél évente megünnepeljük a névnaposokat, amire nagy lelkesedéssel készülnek a hölgyek a különböző házi süteményekkel. Gyakran elhangzik, hogy ez most nem sikerül. De amióta én ide járok a klubba, ennek ellenére olyan még nem volt, hogy valamelyik süteményből megmaradt volna. Nem mindig van nagy eszem viszont. Dínom bánok. Szoktunk zsíros kenyért és teatartit is tartani. A lényeg az, hogy minél többször együtt legyünk. Kapcsolatot tartunk a helyi idősek otthonával, ahová szívesen megyünk a különböző műsorainkkal. Sok segítséget kapunk mi is tőlük, főleg ünnepségeinkre az ételek elkészítésében. A heti találkozásoknak köszönhetően lehetőség nyílik a kertészkedés, virágápolás és több más praktika megbeszélésére, különböző betegségekre, gyógymódokat ajánlunk egymásnak. Különösen nagy szerepben van a közösségnek a késő őszi időtől tavaszig. Amikor korán besötétedik, korán bezárkozunk, és bizony sok az egyedül élő ember, akiknek nincs kihez szólni. Sokszor mondjuk, itt fáj, ott fáj. Az érdekes módon, ha együtt vagyunk, és jó a hangulat, észrevesen vesszük, már táncolunk. Elfeledkezünk a problémákról, és ez a cél. Már nem csak egyesületen belül, hanem azon kívül is vannak alkalmak, amikor egy kisebb csoport összejön és segít egymásnak. Akár hagymatisztításban, akár krumpli válogatásban, de olyan is előfordul, hogy együtt sütjük a tényére szánt paprizsát. Időnként, mint egy nagy családban is előfordul, építő jellegű vita. Hogyan? Miként? Ezekre általában megtaláljuk a megoldást és túllépünk rajta. Minden egyes programra nagy izgalommal készülünk. Mindegy, hogy színházlátogatás, fürdés vagy kirándulás, alig várjuk, hogy újra találkozzunk, hogy a közös élményeket újra felelőjtsük. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Ha szeretnének mélyebb betekintést nyerni egyesületünk életébe, nagy örömmel várjuk tagjaink közé. Köszönöm, hogy meghallgattak!
addig, amíg meg nem érkezik a nóta énekesünk, egy pár diával, felvétellel azt hiszem, hogy sokkal életszerűbben meg lehet majd látni. De engedjétek már meg, hogy ha már itt 60 év felettiek ülnek, akkor egy kérdéssel hadd forduljak hozzátok. Itt a nagyon lelkes faruház dolgozói kitaláltak egy nagyon jó dolgot, tehát bőcs régen ez a mottójuk, és kérnének, és azt hiszem, hogy most nagyon jó helyen tudom elmondani ezt a dolgot, kérnének régi fotókat rólatok, édesapátokról, nagyapátokról, mert úgy lesz teljes a kép, hogyha látjuk az ősöket is. És most, amit már összeállítottunk, a fotókat visszaadjuk, csak lefénymásoljuk. Csak hogy mire gondolunk, két ilyen kis könyvbe összefűztük őket, ezt körbeadjuk, akit érdekel, nézzen bele, és rá fog csodálkozni, hogy jé, ez kicsoda, és mikor rájön, hogy lehet látni, hogy milyenek voltunk régebben. És azt hiszem, hogy ha ezt nagyon sok ilyen anyag jön be, minél több ilyen anyag jön be, annál több ilyen kézikönyvet tudunk összeállítani, televízióban bemutatni, itt kiállításon meg fog jelenni, és hát szerintem mindenki örül annak, hogyha egyszer ki tudja húzni magát a képre, hogy látod, milyen snágyik legény voltam én, mikor elvettem aját. Úgyhogy kérnélek benneteket, segítsetek a faluház dolgozóinak ebbe, minél több, tehát régi képek bőcsről, és külön kiadvány a másik, pedig esküvői képek. Mert azt hiszem, hogy az egy különleges dolog mindenki életében. Úgyhogy nézzék, aki akarja, nézegesse. Amikor vége van, majd kérnénk vissza, és fog menni egy pár dia a Nyugdíjas Egyesületről, várjuk a fellépőt, és még egyszer csak azt tudom mondani, hogy jó szórakozást mindenkinek. Köszönöm. Sí.
millió napig mindtalálva érték magukat. Az a hívó gyerekeket aggasztálókat. Hallják hát, odállásodva van, nem csak a 20 évesek ég, aki lát. Az utok egyik koroszkát, szemben néhány koroszkát, ha éppen így kezdek szállt, hogyan lát. De csak a 20 évesek ég, aki lát. Az a zsúttokam, nem is
szépen is Karolinájáról. De egy csak, hogy kidadhatok,
Köszönöm szépen! Édes kedvesem, nem pushat ki a csókba sohasem.
Az öreg sikály,
az ember!